A mai videó a B3 vitamin hiányának tüneteiről, a szerepéről és a pótlásáról fog szólni. Szeretettel köszöntök mindenkit! A B3 vitamin másik neve a niacin, mely valójában egy koenzim, tehát egy közreműködő vegyület, mely elsősorban a mitokondriumokban, tehát a sejtjeink energiatermelő egységeiben játszik fontos szerepet az energia előállításában. A súlyos hiánybetegségét pellagrának nevezzük, mely név a pelle-agra szavakból ered, ami durva bőrt jelent, mivel a betegség során a bőr kivörösödik, főként a nyak körül és a kézfejen száradtá válik, dermatitis alakul ki. Mint a többi B-vitamin, a B3 is összefüggésben van a demenciával, tehát a memória romlással, illetve alacsony szintje hasmenéshez is vezethet. De mielőtt kialakulna a demencia vagy a dermatitis, a testünk különböző egyéb enyhébb tünetekkel jelzi a B3 hiányát. Először is, ha alacsony a B3 szintünk, az idegrendszerünk energiatartalékai kimerülnek, ami mentális fáradtsághoz, ingerlékenységhez és fejfájáshoz vezet, gyakran belső nyomást érzünk a fejünkben. A B3 hiányának későbbi fázisában olyanokat is tapasztalunk, hogy amikor mondjuk olvasunk egy szöveget, mintha betűk mozognának, ha nézzük magunkat a tükörbe, úgy látjuk, mintha az arcunk deformálódna, vagy ha mondjuk egy képet nézzük a falon, az mintha mozogna előre-hátra. A B3 vitamin nagyon sok ételben jelen van, így a mindennapi ételeinkkel általában viszünk be elegendő B3-at. A hiányához vezető 5 leggyakoribb ok a túlzott alkoholfogyasztás, a hosszan elhúzódó hasmenés, bélgyulladásos betegségek, gyomor-bypass műtét után alakulhat még ki, és a túl sok leucin aminosav bevitele esetén. Ezt az aminosavat nagyobb mennyiségben leginkább izomépítéshez sportolók használják. A finomított szénhidrátok, főként a fehér búzalisztnek a túlzott fogyasztása kimeríti a B-vitamin készleteinket, így a B3-at is, illetve a túl sok kukorica bevitele vezethet még B3 hiányhoz, mivel a kukorica tartalmaz egy olyan fehérjét, ami blokkolja a B3 felszívódását. A B3 vitamin nagyon jó egyes típusú cukorbetegeknek, mivel a segítségével a testünk mérsékelni tudja az inzulintermelő sejtek oxidációját. Kettes típusú cukorbetegeknek a krómmal együtt fogyasztva, például sörélesztő és króm, felerősítik mind a króm, mind a B3-nak a hatása felerősödik. A B3 vitamin kulcsfontosságú a bőrünk egészségéhez is. A száraz, piros, repedező, pikkelyes bőr jelzi a B3 hiányát. Ezért is van jelen szinte mindegyik bőrfiatalító, bőrápoló krémben. A bőrrák megelőzéséhez, a kockázatainak a csökkentéséhez szintén ajánlható a B3 pótlása. A niacin javít a vérzsírok arányát, növeli a HDL, csökkenti az LDL és a trigliceridek arányát. A mindennapi B-vitamin pótláshoz, így a B3 rendszeres beviteléhez a legjobb az inaktív sörélesztő, ennek ízletesebb változata a nemes sörélesztő, amit akár sajt helyettesítőként is használhatunk nagyon sok ételhez, de önmagában is ehető, már csak azért is, mert magas a fehérje tartalma is. Ha súlyos B3 hiány van jelen, célszerű étrendkiegészítővel pótolni, és akár a napi javasolt mennyiség 5-10-szeresét is be lehet vinni 2-3 héten keresztül. Az étrendkiegészítőkben több formája is van a niacinnak, van a sima niacin, illetve a niacinamid, vagy másik nevén a nikotinamid. A kettő között a fő különbség, hogy az utóbbi, tehát a niacinamid nem okoz bőrvörösséget, ha nagyobb dózisban visszük be. Tehát ha nem akarjuk, hogy bevörösödjön a bőrünk a nagy dózistól, ezt ajánlott alkalmazni. Ennek a fajta niacinnak, tehát a niacinamidnak viszont nincs meg a koleszterin normalizáló hatása. Ha a normál niacint visszük be étrendkiegészítővel, annak nagyobb adagjával megnövelhetjük a testünkben a prostaglandin szintet. Ennek a vegyületnek, ez a vegyület ellazítja az ereknél lévő izmokat, ami az erek kitágulását eredményezi. Tehát a nagyobb adag niacintől, B3 vitamintól kitágulnak az erek, mely hatás következménye, hogy csökken a vérnyomás, illetve javulás állhat be a vérrögökkel kapcsolatban is. A nagyobb adag a napi javasolt mennyiség többszörösének a bevitelével óvatosnak kell lenni legyengült májfunkciók, alacsony vérnyomás
és gyomorfekély esetén, mivel ezekben az állapotokban felerősítheti a tüneteket. Köszönöm, hogy végignézted a videót, ha szeretnéd, hogy más is megtudjon többet a B3 vitaminról, kedveld a videót, oszd meg másokkal is, feliratkozás után pedig kattints a feliratkozás melletti harangombra is, mert csak így fogsz kapni értesítőt a következő hasonló videókról. Nagyon jó egészséget kívánok neked, találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled!